Sziasztok! Menyhán Balázs vagyok, 28 éves, Budapesten élek. Szeretem az állatokat. Szeretek moziba járni, szeretem a jó filmeket, meg szeretem az állatokat. Szeretek számítógépezni. Nagypapámmal lakok. Te hallod? Ezt ugye most nem gondoltad komolyan. Hát de most mi? Hát mert ez szar. Akkor megpróbálom valahogy mások. Akkor lássuk. Menyhány Balázs vagyok, 28 éves, igazi zuglói kutya. 10 éve dolgoztam az éjszakába, főleg kaszinókba, a pókerklubokba, itthon és külföldön. A sportszerűen mindenfajtáját szeretem, főleg a labdajátékokat. A gyengén minden, amit szeretem az életet, imádom a kényeztetést. Semmit sem adnék ki, amit hogyha egy kicsit is jobban érzem magam. Mert megérdem, és szerintem ti is. Minden olyan szolgáltatást szívesen kipróbálnék, amelyen szemben legtöbb értításomnak fenntartásai vannak, viszont valószínűleg előnyükre válnak. Többek közt imádom az olasz és a kínai kaját, utálom a káposztás tésztát, és soha nem értettem, hogy mit lehet szeretni a macsonyát. A zombis filmek, a kutyák, a Forma 1, hajrá Hamilton, kedves barátom Jack Daniels, a sportcipőim teljes armadája, és a jó meleg finom paplanom az, amelyik a legfontosabb részét képezik az életemnek. Az elhangzottak alapján létezik, hogy nem én vagyok erre a melóra a legmegfelelőbb? Ajajajajaj! Mi van már ugye? Mi a véleményed a cellulit masszázsról? Na és a 3D szempilláról? Szexi! Ha, szexi mi? És mégis hogy alkotnál róla véleményt? Hogy próbálnád ki? Létezik, hogy mégsem, de vagy a legmegfelelőbb erre a melóra? Hát akkor ki? Te? Akár helyet is elérhetünk. Legyen. Sziasztok, Kalóz Enikő vagyok, hamarosan 26 éves és törzsökeres, rákos borzasztói. Egy igazi nagyszájú, bevállalós és tökös csajci vagyok. Hát, legalábbis annak tartanak. Szeretem a kihívásokat, autó, motor és Ferrari mániás vagyok, illetve olyas vízeménnyel rendelkezem. Én kicsi fóni, matricák és fázadat terén. És az álmok csak egyre nem. Imádom a vámpíros filmeket és könyveket, már azelőttről, hogy a sokunk által ismert Csillogó Edward megjelent volna a filmvásznon. Említést kell még tennem két gyermekemről, Hansurról és Chanelről, a két imádni maluk vadászgörényről. Jelenleg edzőként dolgozom egy elektrofitness stúdióban, de bontogattam már a szárnyamat az informatikában, a médiában és a szépségiparban is, de mivel semmi olyan munka nem jött szembe, amit szívesen elvállaltam volna, ezért lett a hobbim a munkám. És pontosan ebből kifolyólag jelentkezett most erre a lehetőségre is. A főiskolán újságot írtam és cikkeket fordítottam. Egyszer volt lehetőségem egy hasonló munkakörben helytállni, ahol mindenféle jó dolgot próbálhattam ki blogírásért cserébe, amiben mellesleg jó voltam. A munkahelyemen pedig weblapot és hírlevelet szerkesztek két edzés között. Na, szerinted jó lenni? Ja, megjárja. De figyelj csak! Belőled pont az hiányzik, ami bennem megvan. Mi lenne, ha összetennénk, amink van? Végül is így, két oldalról tudnánk reálisabb véleményt formálni bármiről, bárkinek. Igen, mint a jól ismert közmondás is mondja, több szem, több csiga. Ja, akkor próbáljuk meggyőzni őket. Down in the cloud with you.
find how we lose it. I don't care tonight, she don't care. We like almost there, the right vibe. Ready to get live, ain't no surprise. Take me so high, jumping those dives, surfing the crowd. Ooh, said I gotta be the man, I'm the head of my band. Mic check, 1, 2. Shut them down in the club where the Playboy does. Till they all get loose, out the bottle. We all get fit in again tomorrow. Gotta break rules, cause that's the motto. Club shut down, 100 supermodels. A képnek itt száz a vége. A színes, pörgős és mindenki számára érthető bejegyzéseket szeretnétek, amik szókimondóan szórakoztatóak és őszinték. Mert én a szarról megmondanám, hogy szar. Hát lehet neki ellenállni?